Az elmúlt időszakban készítettem egy nagyon nagy volumenű videót, hirtelen felindulásból. Ez a videó mondhatni egy rend videó volt, ami kapcsán rögtön beszélhetünk arról is, hogy ez nem lesz megszokott az én csatornámon, maradunk a tutoriáloknál, maradunk a tippeknél, trükköknél és az eddigi tartalmaknál, viszont néha, amikor van egy-egy olyan téma, amihez úgy érzem, hogy hozzá tudok tenni, és úgy érzem, hogy az én véleményem is beleszámíthat a témában, tudok hozzáadni, tudok róla beszélni, és eléggé felidegesít ahhoz, hogy beszéljek is róla, akkor lesznek ilyen tematikájú videók, viszont meghagyom a rendelést és ezt a kritika megfogalmazást a nálam jóval profibbaknak és jóval bátrabbaknak. Lényegében ennyi, nem lesz ebből rendszer, amikor épp úgy érzem, hogy kikívánkozik valami, ahogy eddig is azt látni fogjátok. Na de, kaptam egy csomó kommentet, és az ilyen videóknál nagyon izgi az, hogy milyen emberek írnak, miket írnak az emberek, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon durván pozitív volt a videó fogadtatása. Rengeteg pozitív véleményt kaptam, rengeteg olyan ember írt, akiről nem is gondoltam volna, hogy nézi a videóim. Gratuláltak, örültek annak, hogy foglalkozok ezzel a témával, fontosnak érezték legalább annyira, mint én ezt a témát, és így tök jó volt. Ellenben van egy-két negatív vélemény is, most ezekkel fogunk foglalkozni, nyilván a pozitív többségben van, és a nézettség is brutál, szóval az is engem meglepett. Én úgy gondoltam az elején, hogy megcsinálom ezt a kritika videót, pár ezer ember megnézi, és megyünk tovább, viszont nem csengett még le a videó hype-ja, szóval, hogy még folyamatosan nézik az emberek, és a top videóim között van, szóval nagyon örülök neki, hogy ennyi ember foglalkozik a témával, ennyi ember megnézi, és ha már egy ember átértékeli magában a dolgokat ezután a videó után, akkor az már egy tök jó dolog lesz. Viszont ne is hozzuk az időt, foglalkozzunk a dolgok vicces részével. Ugyanis rengeteg kommentet kaptam, jobbnál jobbakat, és ezekre eddig is reagálgattam. Ugye az ilyen nagyon vicces kritikákra, vagy anyázásokra, vagy stb. Volt sok időszak, amikor ezeket összegyűjtöttem, és hát most is van egy ilyen nagy merítésünk, úgyhogy nézzük, milyennek gondolnak engem az említett videósok fanjai, szóval erre fogunk most így rákanyarodni. Hát neked nem kéne káromkodni a YouTube-on, és így kell beszélni videósokról, mint elején mondtál Elek Robi, hogy már bocs. Nos, azt tudnotok kell, hogy én nem szoktam káromkodni a videókban, vagyis hát igyekszem nem káromkodni, viszont itt egy darab csúnya szó elhangzott. Úristen, úristen, Viktor káromkodott, Jézusom, ez a csúnya szó, ez a nyomatékosítás miatt volt, hogy a mondandó még súlyosabbnak hangozzon. Nyilván, hogyha minden videómban 2 percenként elhangozna ez a szó, akkor annyira nem lett volna ebben a videóban jelentősége, viszont úgy gondoltam, hogy ez a téma annyira felbosszantott, annyira kiidegelt, hogy több tartalomgyártó is ilyen dolgokat csinál a YouTube-on, hogy nyomatékosításként használta egy ilyen csúnya szót, szerintem ezzel nincsen semmi probléma, amíg a káromkodásokat helyén tudjuk kezelni, és nem minden második szavunk az, addig tökre belefér néha egy-egy csúnya szó. Szóval ez nem egy olyan ördögtől való, nem hiszem, hogy ez a videó leggyengébb pontja. Egyébként a videóba beraktam egy-két olyan mondatot, amire vártam, hogy majd felháborodnak az emberek. Na azokon a mondatokon senki nem háborodott fel, szóval tök vicces ez a dolog. Szerintem mind a kettő videós jól csinálja a tartalmakat. Szerintem meg te nem nézted végig a videót, mert 6 darab videósról van szó. Szerintem te megnézted az első 2-t, és kinyomtad a videót, és odaírtad, hogy szerintem meg mindkettő jó. Ez is egy vélemény, megyünk tovább, lényegtelen. Amúgy azért van ilyen profil, mert a kid, azaz egy gyerek vagyok, nem teljesen értem, és még jött egy komment tőle, hogy de basszus, Whisper Tom meg Elek Robi egy nagyon jó vidis. Attól lehetnek nagyon jó vidisek, hogy néha hibáznak, szóval, hogy nyilván mondjuk a Whisper Tom lehet szerinted egy nagyon jó videós, attól függetlenül csinált egy rossz videót, csinált egy olyan videót, ami morális szempontból szerintem megkérdőjelezhető. Én nem mondtam egy szóval sem a videóban, hogy bármelyik videós rossz lenne. Meg egyébként mi ez? Szóval, hogy mi alapján lesz valaki jó vidis, meg rossz vidis, meg nem az alapján lesz valaki jó vagy rossz, hogy jó vagy rossz dolgokat csinál? És te csak ezt kell mutatom, Nem teljesen értem ezt a kommentet, ez nem igaz, de te nem érted meg, kérlek, mondd meg, miért nem. Hagyd abba. És de te még promózol, és legrosszabb a világon te vagy.
érted? De én nem teljesen értem ezt a kommentet, nem tudom, mire gondol Enikő, meg ez olyan vicces, amikor valaki beírja, hogy ez nem igaz. Van például egy videóm, amiben bevágtam, ugye a Szirma is beszélt a TikTokról, meg én is hozzátettem dolgokat, meg stb. És így jönnek alá kommentek, hogy ez nem igaz. Melyik része? Tehát, hogy ott több álláspont van, elmondja például a Gergő azt, hogy jó a TikTok, elmondja azt is, hogy rossz, én is mondok egy csomó dolgot, és melyik része nem igaz? Szóval, hogy ez megfoghatatlan komment. És ez még egy nagyon jó volt, Paulina írta, komolyan Elek Robiról csinálsz videót csak azért, hogy neked több legyen a nézettséged? Nem. Miért gondolod, hogy azért csinálok Elek Robiról videót, hogy nekem több legyen a nézettségem? Elek Robi nem ijesztegetni akar a videókkal, és ha szerinted egy gyerek ne nézze, akkor inkább ezt mond a szüleinek. Hát gondoltam rá, hogy ez a videó majd, amit én csináltam, eljut a szüleikhez is. Szóval mondom a szüleiknek a videóban, ahogy itt kéred. Mit is keresnek fent gyerekek a YouTube-on? Nem tudom. Erre a kérdésre én se tudom a választ. Mit keresnek gyerekek a YouTube-on? És miért pont ilyen jellegű tartalmakat akarnak azonnal nézni? Ez specifikus kérdések, nem tudom. A tartalom, amit ő hoz, neki sikeres, nézd meg a csatornáját. Attól függ, mi a siker. Szóval, hogy az, hogy megnéznek pár ezren, lehet, hogy valakinek ez a siker. Kinek mi a siker? Szóval, szeretik, amit csinál. Ha bántani akarnál, vagy ijesztegetni a gyerekeket, akkor szerintem nem szeretnék ennyien manipulálni, azt inkább te akarsz, hogy mindenki, aki ezt megnézi, azonnal támadja be Elek Robit, és semmiet nem csináltam, szóval nem kértem senkit, hogy támadja meg Elek Robit. Még akkor is, mert hogy mégis, hogy mer videókat készíteni, szerintem itt belelát valamit a videóban, ami nincs benne. Szégyen, hogy mást lenézve akarsz több lájkot, megtekintést szerezni. Senki nem mondta, hogy kellenek nekem a lájkok, szóval nem is értem. Ha valakinek sikerült egy témában elérni valamit, akkor más irítsége úgyis próbálja azt majd bemutatni úgy, hogy az rossz, de amit Elek Robiról mond, az szinte hallani, hogy irigylet, amit ő valamit elért, és van olyan tartalma, ami vonza az embereket. Irigy vagyok! Végre valaki, akivel egyet értek, én imádom, de ez a Szabó Viktor egy szarfej. Itt is előjön az, hogy én azért csináltam kritikát, mert irigylem ezeket a videósokat. Nagyon, nagyon irigylem, hogy van bőr a képükön, és átverik a nézőiket. Ezt nagyon irigylem, hogy ennyi bőr van az arcukon. Ja, és alapból nem értem, így összekapcsolják az emberek így a kritikát azzal, hogy én lájkokat megtekintisz. Nem úgy készítek egy videót a YouTube-ra, mint egyes emberek, hogy vajon ezt sokan meg fogják-e nézni, és így lesem, hogy úristen, nézzék meg sokan, hanem van egy ötletem, és megcsinálom. Szóval nem érdekel, hogy most meg fogják-e nézni sokan, vagy nem. Ezt a kritika videót is úgy raktam ki, hogy megnézi majd pár ezer ember, és kész. Nem a világ összes megtekintését akarom megszerezni egy-egy videóval. Szóval, hogy előbb jön az, hogy legyen meg a videó ötlet, a téma, legyen jó, legyen hasznos, vagy érdekes, vagy kreatív, vagy szép, vagy vicces, vagy stb. És utána nézem azt, hogy megnézték az emberek. Szóval, hogy fordítva ülnek egyes emberek a lovon. Nyilván a mainstream videósok ebbe az irányba viszik, amit ez a kommentelő írt, szóval, hogyha mainstream videósokon nevelkednék, lehet, hogy én is így gondolnám, ahogy Paulina, de nem. Szóval, hogy nem minden videós úgy vélekedik. Nem minden videós úgy gyártja a tartalmat, hogy azt szeretné, hogy sokan megnézzék. Mármint, hogy érted, mindenki szeretné, ha sokan megnézzék, de nem mindenki ezt helyezi fő szempontnak. És az, hogy valaki elért valamit és sikeres, tegyük fel mondjuk az Elek Robi sikeres, nem jelenti azt, hogy nem hibázhat, és nem jelenti azt, hogy nem hibázhat sorozatosan. Szóval a kettő nem zárja ki egymást. Attól lehet szeretni az Elek Robit, de vannak olyan dolgai, amiket lehet kritizálni, és amiket kell is kritizálni, mert károsak, és ezt kifejtettem az előző videóban, ugye amihez érkezett a komment. Ja, egy szarfej vagyok, ugorjunk a kövire. Nincsen meg semmi, csak cire irigy vagy rájuk, hogy ők elértek valamit, te meg így sírsz a 20 000 feliratkozóval, grat. Imádom, egyik kedvenc kommentem, Dávid, köszönöm szépen, nagyon kedves ember vagy, köszönöm szépen. Imádtam régen, amikor elkezdtem a YouTube tippeket, és nyilván előtte is már sok embernek segítettem, adtam tanácsokat, stb. És elkezdtem az egészet, és volt mondjuk 300 feliratkozóm, és odaért valaki, hogy te minek osztod itt a YouTube tippeket 300 feliratkozóval. És akkor eltelt egy kis idő, lett 800 feliratkozó, és volt olyan ember, aki átírta a kommentjébe a 300-at 800-ra, hogy mit osztod 800 feliratkozóval. És megkaptam ezt 1000-nél, megkaptam ezt 3000-nél, úgy
tetszik, ez 20 000-nél is megkapom, hogy itt sírsz a 20 000 feliratkozóddal. Ez miért lennék irigy? Szóval én pont ezt beszéltük a múltkor a moderátorokkal a Discord szerveren, tök boldog vagyok a 20 000 feliratkozómmal. Miért lennék irigy egy Elek Robira, akinek mondjuk van 100 000? Szóval, hogy miért? Tök jó ez a közönség, aki itt van, tök értelmesek, jó fejek, szóval miért lennék irigy? Plusz 20 000, ez egyébként szerintem ez egy egész jó szám, szóval attól, hogy egy kritikát mondok, miért gondolják azt az emberek, hogy azért kritizálsz valamit, mert irigykedsz rá. Nyilván lehet úgy kritizálni valakit, hogy irigykedsz rá. Azt mondom, hogy Dancsó Péter egy szar, szerintem szarok a videói, az tűnhet annak, hogy irigy vagyok rá. De ha konkrétan egy jelenséget tényekkel, satöbbivel alátámasztva, higgadtan, összefoglalva, satöbbi elmondom, miért gondolják, hogy irigy vagyok? Van egy videós, és az az intro, hogy iratkozz fel, és nyomj a lájkot, különben ez a pók este kimászik az ágyad alól, és megesz. Igen, ez a Two-Side-nak az intrója. Még élsz? Hát Petra, képzeld el, még igen. És szeretnék is még sokáig. Amíg nem küldtök nekem elátkozott babákat eBay-ről, addig szerintem fogok is. Hé, nem sértésből, de 7 éves korom óta nézem Elek Robit, és azt meg kéne értened, hogy léteznek viccek. És lehet szerinted ez nem jó, addig, ameddig nem kér meg rá senki, addig tarts magadba, ja meg ton kopizott, te hányszor kopisztál, és nem tudom, hogy nem igaz, belétolattak. Aha, és nem tudod, hogy nem igaz, hogy belétolattak? Dehogy nem tudom, hogy nem igaz. Hát látszik, hogy full kamu. Az eredeti trend is full kamu. Én hányszor kopisztam? Egyszer sem. Egyszer sem volt olyan, hogy fogtam egy videót, és Ctrl-C, Ctrl-V-vel lemásoltam. Nyilván vannak olyan témák, amiket már más megcsinált, és én is megcsináltam. De egy az egybe nem kopisztam soha másokat. Nem sértésből. 7 éves kora óta nézi. Figyelj, 7 éves korod óta Elek Robin nősz fel. Milyen ember lesz az ilyen, aki Elek Robin nő fel? Na jó, de ez visszaszívom, ez nagyon személyeskedő, nagyon csúnya mondat volt, úgyhogy ezt ki sem mondtam. Tovább. Kabe, hülye, kelek. Pó, győző, megmondta nekem Kabe. És neked mi lenne, hogyha rólad csinálnának ilyen videókat? Ez is egy gyakori dolog, amit meg szoktam kapni, hogy mi lenne, ha téged kritizálnának? Figyelj, ha valamilyen káros dolgot csinálok majd a YouTube-on, tegyük fel, mondjuk, szerencsejátékot fogok hirdetni, akkor azt mondom, hogy vállalom a következményeit, csináljanak rólam videót. Kész. Ha meg indokolatlanul csinálnak, akkor meg nyilván az indokolatlan, szóval akkor meg nyilván rosszul esne. De valószínű lehet, hogyha szerencsejátékot hirdetnék is, rosszul esne, hogy valaki kritizál, de az jogos kritika lenne. Szóval, hogyha valami olyat csinálok majd a YouTube-on, ami nem szép dolog, akkor kritizáljanak, jöhetnek a videók. Ezt a mondatot majd valamelyik renter előveszi 5 év múlva. És így be fogja vágni. Úgy fog kezdődni a videó, hogy ezt a mondatomat fogja bevágni, és ja, hát vállalom, előre vállalom, akkor nem biztos, hogy fogom vállalni, de most azt mondom, csináljátok rólam videót, ha jogos. Én utálom Elek Robit. Én nem utálom egyébként Elek Robit, nem találkoztam még vele soha, nem beszéltem még vele soha, nem tudom, hogy ő milyen ember, lehet, hogy egyébként a hétköznapokban haverok lennénk, bár kétlem egyébként, de ki tudja, szóval nem ismerem Elek Robit, nem utálom, és a videóm sem ellene, a személye ellen irányult, hanem az ellen, amit az interneten publikusan tevékenykedik, szóval... Én nem utálom Elek Robit, se Whispertont, se a videóban bemutatott egyik embert sem utálom, mert nem is ismerem őket, viszont a tartalmaikról lehet véleményt mondani, hiszen publikusan kirakták. Ha valamit kiraksz az internetre, vállalnod kell sajnos a következményeit, hogy valaki meg fogja kritizálni, vagy elmondja, hogy ez szerinte szar, vagy ez szerinte nem jó, stb. Igen, Two-Side csinált régebben hasonló zsarolást, igen. Következő, és mi van Two-Side-dal? Igen, többen írtátok, hogy Two-Side meg egy csomó ember kimaradt ebből a videóból. Nyilván, ahogy ezelőtt is mondtam, meghagyom ezeket a karaktereket a nálam jobban hozzáértő embereknek, akik ezzel foglalkoznak. Ők egyébként sokkal több emberhez eljutnak, és szerintem ott sokkal nagyobb súlya van a szavaknak. By the way, súlya van a szavaknak. Nemrég Bálnával ugye csináltunk egy közös videót az ő súlytalan csatornájára. Nem terveztem, hogy ezt így bemondom, de ott vagyok én is, a Csigér univerzumot fejtjük meg, úgyhogy csekkoljátok meg, rakok a leírásban linket. Ja, ez egy ilyen kis rövid promó volt, így hirtelen eszembe jutott erről a súlytalan szóról, meg súlyos véleményről. Egy, a kurva anyádat, mert Elek Robin videós.
Kettő, Whisperton. Oké, okay, tovább nem nézem a videódat. Figyelj, a kurva anyád. Mert Elek Robi jó videós. Tessék, itt egy Elek Robi fan, üdvözöljük őket. Szevasztok, Elek Robi fanok. Nektek is a gyönyörű. Gyönyörű ez a rajongás. Amikor így elvakultan, meg sem hallgatod, bezárod a füledet is, nem hallom, hogy Elek Robi mit csinál, Elek Robi tök jó fej, jó videós. Lapozzunk. És neked amúgy ehhez mi közöd? Elek Robihoz, mert te nem vagy senki. És hát nem is csak Elek Robihoz, nincs közöd, hanem senkihez. Te buzi, tonak szól le. ez jó. Ha senki vagy, tehát hogyha nincs 100 000 követőd, feliratkozód, akkor senki vagy, tehát nem mondhatsz vélemény. Logikailag csillagos ötös eszme futtatás, én nem értek ezzel egyet, nyilván bárki mondhat véleményt, érted? Nem kell ahhoz több millió követő, hogy releváns legyen a véleményed, és én senki vagyok, tehát nem mondhatok Elek Robiról véleményt. Egyébként vicces, hogy az Elek Robi fanok jöttek, szóval, hogy van ebbe más videós is, összesen 4-6 videós van ebbe a videóba, és mégiscsak az Elek Robi fanok jöttek, de ők is csak kevesen, szóval, hogy ja, érdekes. Jó, nem kell 8 éveseknek nézni Elek Robit, teljesen igazad van, nem kéne, de mégis nézik, szóval ez egy olyan dolog, hogy azt mondod, hogy nem kéne a világba háború, meg éhezés, meg rossz indulat, meg ilyesmi, de van. És ha már van, akkor tehetsz ellene, hogy mondjuk segítesz az éhezőkön, vagy kedvesebb vagy az emberekkel, vagy stb. Ha már vannak ilyen dolgok, amik rosszak, tehetsz ellenük. Én nekem ez az eszközöm, én így tudok tenni az ellen, hogy mondjuk a jövő videós generációja ne olyan videókat csináljon, mint egy Whisperton vagy egy Elek Robi, ne csessze át a nézőit. Én talán ennyit tudok hozzájárulni, és ha már egy gyerek, aki most néz engem, és úgy dönt, hogy ő nem szeretné átverni a nézőit, és befut, és mondjuk ő lesz a következő Dancsó Péter, és követik majd 1 millióan, akkor már tettünk valamit a jó ügy érdekében. Whisperton már 4 hónapja eltűnt a YouTube-ra, már kérdeztem tőle, de nem válaszolt, nem tudom, mi történt, de nagyon aggódom érte. Tessék, itt egy példa a videóm alatt, hogy egyes emberek aggódnak Whisperton miatt, alapból aggódnak, szóval nem kell, hogy még itt karambolozzon meg, stb. Alapból egyes emberek már akkor aggódnak, hogyha nem tölt fel videót. Szóval nyilván ez benne van, hogyha nem töltesz fel videót, aggódnak az emberek, hogy mi lehet veled, de az legalább egy olyan aggódás, aminek talán van létjogosultsága, nem pedig valami kamu miatt aggódnak. Véleményem szerint egy kisgyereknek nem kéne olyan tartalmat nézni, ami nem neki való, ugyanúgy a felnőttek hibája is, mert oda kéne figyelni, milyen tartalmat néz a kiskorú gyermek. Teljesen egyetértek, viszont szülőként nem olyan egyszerű ez a dolog. Nyilván van, akinek van erre kapacitása, van, akinek pedig nincs erre kapacitása. Nyilván nehéz lehet gyereket nevelni a mai világban. Én nem tudom, mert nincs gyerekem, de beszéltem már olyanokkal, akiknek van most mondjuk fiatal gyerekük, és nem egyszerű. Szóval lehet mutogatni, de árnyaltabb a téma ennél. Nem csak gyerekek nézik Elek Robit, hát nem tudom, beszélgetnék olyan felnőttekkel, akik Elek Robit néznek. Érdekes és izgalmas beszélgetés lenne. Ne állítsuk a felelősséget teljesen a gyerekekre, a gyerekek mentális egészségét mi szülők felelünk. Na itt egy szülő. Nem Elek Robi és társai, egyszerűen felügyelni kell a tartalmat, amit a gyermekek néznek. Ha nem tudjuk felügyelni, akkor nem kell nekik megengedni, hogy YouTube-ozzanak, TikTok-ozzanak, ennyi és nem több, hanem tudunk, akarunk ennyire szigorúak lenni, akkor rengeteget kell velük beszélgetni, merjék, akarják elmondani, milyen videót láttak, beszélgetni komolyan ezekről a videókról, ennyi az egész, teljesen korrekt, András, egyet értek, ez egy nagyon patika komment, nem is értem, miért nem szívecskéztem be, de ezzel teljesen egyet tudok érteni. Ja, tök jól összefoglalta egyébként, hogy szülőként, hogy kéne, aztán nyilván van, akinek ez megy, van, akinek meg nem, abban már így én nem látok bele. Annyira, amúgy nagyon idegesítő, hogy más videósokat kritizálsz, rólad írnak valamit, akkor sírsz, szóval fogd vissza magad, csá, Laura, csá. Igyekszem majd visszafogni magam, sajnálom, hogy ez történt, és egyébként ha rólam írnak valamit, akkor sírok, nem tudom, nem nagyon szoktak rólam írni, és nem is nagyon szoktam sírni, hogyha rólam írnak valamit, de majd meglátjuk, sírok-e. Írjál rólam valamit, tudod mit? Írj rólam, vagy csinálj rólam egy videót. Meglátjuk, sírni fogok-e. Majd felveszem így a reakciómat és kirakom. Ne gonoszkodj Elek Robival. Szerintem nem gonoszkodtam Elek Robival. Én csak tényeket mondtam, meg azt, hogy mit csinál. Szóval
semmi gonoszság nem volt ebben. Amúgy leszólod őket, de azért a kon menteiket mégis nézed, ja, és te csak magaddal foglalkozz, nem mással. Ez is egy nagyon gyakran előkerülő téma, hogy te magaddal foglalkozz. Miért nem foglalkozhatik másokkal is? Szóval, meg hogy kommenteket mégis nézem. Igen, szembe jönnek velem, elküldik az emberek, mit tudom én, a Discord szerverünkön is szoktunk ilyenekről beszélni, szóval, ja, így nem úgy van ez, hogy én ülök az internet előtt is ilyeneket keresek, hanem néha küldenek emberek ilyeneket, meg néha észreveszek ilyeneket, meg szembe jön velem, megnézem. Elek Robi, sikeresebb, mint te. Sikeresebb, mint te. Te irigy. Nem annyira hibázott Elek Robi, mert mindenki ezt csinálja már sok éve, ezt csinálja, és ezt szeretik a nézők, és én is, meg aki régóta követi, az tudja, hogy ez nem komoly, mert ő volt az egyik, amiatt elkezdtem YouTube-ozni, de megértem a te véleményed is. Na, ez egy korrekt vélemény, olyan szempontból, hogy mindenki csinálja. Nyilván nem csinálja ezt mindenki, hiszen akkor sokkal hosszabb lett volna az én videóm, és sokkal több YouTuber lett volna benne, de tök jó, ő megérti az én véleményemet is, szóval ez korrekt. Elek Robi egy csira gyerek, Fókuszcsoport Ádám már megalkotta a videót róla, egy szerencsétlen szar felhasználó a YouTube-on. Nos, ja, láttam, talán láttam az Ádám videóját is, de nyilván ez egy tök jó dolog, hogy azt hiszem a Showtime is csinált erről videót, de mind a hárman más-más szempontból, más-más konklúzióval fejtettük meg a témát, szóval ez egy tök jó dolog volt. Nyilván, ha ugyanaz lett volna a véleményem, mint nekik, vagy ugyanazt tudtam volna elmondani konklúzióként, akkor nem csinálom meg a videót, de úgy gondoltam, hogy én tartalomgyártókhoz szólok főleg, és nekik egy hasznos üzenetet tudok átadni a videó végén, ezért is csináltam meg az én verziómat, úgyhogy, ja, nem baj. Nem baj, minél többen beszélünk róla, annál jobb. Viszperton csak egy trendet töltött fel, szerintem az, hogy félreértették, az nem az ő hibája. Úristen, dehogy nem az ő hibája. Szóval, hogy az ő hibája. Érted, ha nem akarom, hogy félreértsék, odaírom kommentbe, hogy ez egy trend, ez fake, oda szokták írni, hogy felkiáltójel fake, de az ő hibája. Erről beszélek a videóba, tesó. Szabó Viktor, te is káros vagy. Ez nagyon jó, ez kb. Egyenlő az irigy vaggyal. Ha megnézed egyébként a munkásságom, megnézném, hogy melyik videóra mondod azt, hogy ez káros. Szóval itt van a lecke feladva, tessék, keressetek egy olyan videót, ami káros. Az én csatornámon rengeteg olyat fogtok viszont ellenben találni, amik hasznosak az embereknek, és segítik az embereket. Ez van. Miért csak más tudsz kritizálni, inkább te vagy káros? Ugyanezt tudom mondani, nézz szét a csatornámon, nézd meg a tartalmaimat. Azt gondolom, hogy túlságosan túlgondolod. Szerintem ezek a videósokat gyerek, azaz kislány vagyok, de nem vagyok hülye, és szerintem nem sok gyerek nézi őket. Az, hogy szerinted mennyi gyerek nézi őket, az nem egyenlő az, hogy valójában mennyi gyerek nézi őket. Szerintem túl nagy a szád. Király komment. Na, ez egy nagyon szép komment. Fel se olvasom, mert ez egy családbarát csatorna. Ember, te pedig elijeszted ezeknek a videósoknak a követőit ezzel a videóval, nem oldottál meg semmit. Dehogy nem. Érted, ha nem nézik tovább a káros tartalmat, akkor tulajdonképpen megoldottam. De nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű. Sajnos, vagy nem sajnos, YouTube videó, amit én feltöltöttem és megnézte pár tízezer ember, nem okoz olyan nagy dolgokat az interneten, szóval nincsenek olyan rohadt nagy következményei, ahogy az interneten kb. Semminek nincsen nagy következménye. Szóval nyilván csinált erről videót a Fókuszcsoport Ádám, nyilván csinált a Showtime, gondolom Bálnáik is csinálnak, vagy csináltak hasonló videókat ezekről az emberekről. Nincs olyan nagy hatása szerintem. Nyilván, hogyha elég sok ember csinál, és elég jók ezek a videók, akkor lehet hosszú távon egy hatása, de nem hiszem, hogy tömegesen követnék ki őket, és tömegesen kezdenék el nem nézni őket. Ez butaság ez a komment. Kérdője, ki vagy te? Szia, Szabó Viktor vagyok. Üdv itt a csatornámon. Hello. Nézz szét. Jó kontent van. Szia, nem szeretnélek leszólni meg semmi, mert még nem láttam a többi videód, de annyi erővel te is káros tudsz lenni, hiszen ez a videód más youtubereket szólsz le, és kritizálod őket, de szerintem ezek az emberek meg sem engedték, hogy beletedd őket a videóba. Ezek az emberek egyébként vissza se írnának, szóval, hogyha engedélyt is szeretnék kérni, az égvilágon vissza nem írnának arra, hogy
engedélyt adjanak. Ez a videó káros. Nem hiszem, tehát hogy egy videó, ami felhívja egy káros jelenségre a figyelmet, nem hiszem, hogy káros. Illetve az, hogy leszólom és kritizálom őket, elmondtam egy kritikát nyilván, de leszólás nincs benne. Neked mi között van hozzá, hogy más mit tartalmaz? Elek Robi egy jó videós, jobb, mint te. Szerintem te vagy káros, jó. Még egy komment maradt, egy nagyon hosszú komment, ezt csak úgy itt hagyom, nem fogom nektek felolvasni. Ja, hát lényegében összegezzük, szóval, hogy rengeteg pozitív komment volt, volt néhány, ami ilyen negatív, meg nagyon nagy fanok voltak itt, de összességében szerintem jót ment a videó. Én még mindig úgy érzem, hogy ez egy fontos téma, amiről beszélni kell, és örülök neki, hogy ennyien megnézitek ezt a videót, úgyhogy találkozunk legközelebb, remélhetőleg egy sokkal vidámabb, sokkal kevésbé toxikus videóban. Szabó Viktor vagyok, köszi szépen a figyelmet, és mindenképpen iratkozzatok fel, lájkoljátok ezt a videót, hogy tovább irigykedhessek, és tovább... igen. És hogy ne 20 000 feliratkozómmal kelljen itt csicska véleményeket mondanom, hanem hogy legyen mondjuk 100, hogy ne legyek senki, hanem legyek valaki, és mondhassak valakiként véleményeket. Bár nem mondhatok, mert ugye az nem szabad. Szóval, hogy kritizálni más videósokat, leszólni, nem szép dolog. Szóval ne csináljátok. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Ciao.